Orsi és Péti a zenészek. Rengeteg országban, rengeteg városban jártunk. Elmeséljük, hogy mi mennyi mindent is láttunk. Részlet Orsi és Péti hivatalos klipjéből. A világ számos pontján jártak már, zenéjükben pedig a fiatalságnak próbálják megmutatni a földön élők sokszínű kultúráját. Világutazók kalandra felcímmel jelentették meg első könyvüket. A közönség ezt most a bükkösdi ÖkoParkban láthatta. A könyv maga általános iskolás korosztálynak szól, de mivel nem csak egy könyvről van szó, hanem tulajdonképpen egy CD melléklet is van hozzá, ezért a zene miatt a kisebb korosztálynak, akár óvodásoknak, akár pedig nagyobbaknak, sőt szüleiknek, felnőtteknek, tanároknak is szintén ajánljuk ezt a könyvet. A kalandjainkról szól, a párommal, így van a könyvünk, mint Orsi és Péti a világutazók kalandjai. Én vagyok Orsi, és hát természetesen majd párom van még szintén a produkcióban. Mi egy jó pár éve luxushajókon zenéltünk, és az itt gyűjtött tapasztalatainkból és kalandjainkról mesélünk a gyerekeknek ismeretterjesztő formában és kalandos formában, plusz a zene segítségével egy kicsit motiválni is próbáljuk őket, akár az olvasásra is, ezért készült maga a könyv, akár pedig arra, hogy egy kicsit az igényes zenével megismertessük őket. Populáris zenéről van szó, de emellett próbáltunk arra törekedni, hogy minél élőbb hangzás legyen, és tulajdonképpen a fellépésünk során élőben éneklünk, és élőben szól a zongora és a gitár. Hullám ringat el, kikötők most hívnak el, világutazók kalandra fel. Abból a szempontból újdonság, hogy kisiskoláskorú gyerekeknek készült, általános iskoláskorúaknak, és hát úgy vettük észre párommal, Orsival együtt, hogy ennek a korosztálynak így a közelmúltban nem igazán készült könyv, egyáltalán ilyen komplex kiadvány. Alsótagozatos gyerekeknek ajánljuk, de a zenének köszönhetően a fellépéseinken azt tapasztaltuk, hogy ugyanúgy a kisebbeket is leköti, érdekli abszolút ez a dolog, tehát akár óvodásokat is, illetve a rengeteg feladat, a függelében található információk miatt pedig a felső tagozatosoknak is egyaránt megfelel és érdeklődést felkeltő. A könyv érdekessége, hogy egy feladatsor is helyet kapott benne, de kitölteni ezt csak úgy tudják a fiatal gyermekek, ha előtte el is olvassák a kalandokat. Ezzel is egy picikét próbáltuk ösztönözni a gyerekeket az olvasás szeretete mellett, tehát hogy újból elkezdjenek nyomtatott kiadványokat is olvasni. Nyilván amellett próbáljuk ösztönözni arra, hogy igazából tehát a feladatokon keresztül is, hogy meghozzuk nekik a kedvet mégis az olvasáshoz, meg egy picikét, hogy az ő fantáziájukat is beindítsuk, hogy egy picikét tényleg ők is valóban aktív részesei legyenek ennek a produkciónak, annak a mi hajós utazásunknak. Dániában gyorsan megyünk bátran, három kerekű járgányon bizony, felfedezünk majd mindent, ami szép jó. Nem hagyunk el semmit a padon. Az első könyv, tehát terveznénk majd folytatást is, konkrétan itt Skandinávia és a Baltikumnak egy részét mutatjuk be a könyvben, erről is szól a műsorunk is, és hát sok kalandunk volt, úgyhogy igazán nem tudok így külön egyet kiemelni, de azt mondanám, hogy volt részünk toronymászásban, aztán gletszer nézésben, sísánc csúszásban, medvekalandban, és természetesen közben ismerkedtünk meg emberekkel, megkóstoltunk egy csomó helyi ételt, és tulajdonképpen ezekről a tapasztalatokról, élményeinkről szól a könyv. Rózsák palotája, virágok hazája, kacsák ludak úsznak mind. Visszafelé úton, szökőkút és templom, kis hableány búcsú ring. Dániában gyorsan